Hát jó estét, kedves Facebook népe! A kényszerű vagy éppen önkéntes karanténban. Remélem, jól bírjátok. Elnézést a tegezésért. Van egy kedvenc skandináv bútoráruházunk, ami most nagyon bölcsen bezárt, most már jó pár napja, hogy ezzel is elejét vegye az esetleg lehetséges fertőzéseknek az ő területén. És úgy ugye minden tegezőmódban van kiírva, hogy a szatyrot nyugodtan magaddal viheted, a pénztár után, akárha kifizetted haza is, segítünk neked összepakolni, bérelhetsz nálunk ezt meg azt, szóval milyen kiírások vannak mindenütt, és ezen felbuzdulva én egyszer oda mentem egy ilyen árufeltöltő nénihez, és mondtam neki, te segíteni nekem, mert nem találok valamit, légy cimuti már meg. Halálosan megsértődött és elrohant, hát remélem ti nem fogtok megsértődni, ha tegeződöm. Úgyis sok mindenkinél, mert én vagyok az idősebb. Ma kedvenc életszerzőnk, Ambrose Bierce. Két vidámabb novelláját olvasom föl. Remélem, hogy erre is van vevő, nem csak a súlyosabb és misztikus dolgokra. Az elsőnek a címe A Left Bowery Futam. Azt, mint nagyszerű, hogy ti britek bányákat keresvén körbe nyarkaljátok az országot, mint a szamarak, hogy valamibe befektessétek kuporgatott pénzeteket, szólt Jack High ezredes, midőn üres poharát a kocsmapultra tette, és száját kabátújába törölte. Te, ha lóversenyre kerül a sor, nos, nekem van egy kebécském, ami játszva otthagy minden telifért, amit apró teás fincs a szigetetek falaha is kitenyésztett, akármiben lefogadom. Vagy azt mondod, ott vannak a derbigyöztes paripáitok, hát az én kis bestiám szájába veszi a szablát, és a láthatárig elhúzza a csíkot előlük, mintha csak reggeli sétáját tenné, azok meg szemeikkel is alig tudják követni, hogy lássák, amint sértetlenül célba ér. Bizony Isten! És a kis kanca még sosem versenyzett, leszámítva egy baklábú indiánt, zöldfülű amatőr a lelkem. Hát, rendben van, felelte az angol nyugodt mosollyal. Könnyűszerrel eldönthetjük a dolgot. Az én lovam állapota meglehetősen jó, s ha az öné is itt van a városban, holnap megrendezhetjük a versenyt, bármely díjért, ami önnek megfelel, maximum $100. Én is azt hiszem, válaszolta az ezredes, írd csak be, kocsmáros, tár ez olyan, mint a gyermekgyilkosság, tette hozzá szinte bűntudattal, amint menni készült. Fogatás, holtbiztos dologra, semmi más. Ha a gebécském tudná, mire készülök, fogná magát és egyik lábát eltörni, hogy egyenlőhessen a verseny. Így hát megegyeztek, hogy a futam másnap 3 órakor induljon a várostól nem messze első fensíkon. Amint a hír széltében hosszában elterjedt, Left Bower és a környék egész lakossága abba hagyta a munkát, és különféle kocsmákban verődtek össze az emberek, hogy a dolgot megvitassák. Általában az angolt és lovát tartották esélyesnek, az ezredes népszerűtlenségét leszámítva senki sem látta még a kebécskéjét. Mindazonáltal a hazafiság tényezője is közrejátszott, ami a fogadást már-már egyenlővé tette. A fensíkon kijelölték a versenypályát, és a megbeszélt órában mindenki ott volt már az ezredes kivételével. A megegyezés úgy szólt, hogy mindkét versenyző a saját lovát üli majd meg, és az angol, aki bizonyos fesztelen modort mondhatott magáénak, mely a minden hájjal megkent bányászokat jellemezte, már fennült pompás lován, miután egyik lábát hanyagul átvetette a mexikói nyerge kápáján, és szivarjából eregette a füstöt, higgadt bizalommal a futam eredményét illetően. Tudatában volt annak is, hogy minden ember titkos rokon szemét bírta, még azokét is, akik kötelességüknek érezték, hogy ellene fogadjanak. A célbíró kezében az órájával már egyre türelmetlenebb volt, amikor végre feltűnt az ezredes, körülbelül fél mérföldnyi távolságban és a tömegbe vágtatott. Az emberek égtek a kíváncsiságtól, hogy hátas lovát szemügyre vegyék, és amint az kiderült, ilyen nyerges állatot senki nem látott azelőtt, még Left Bower városában sem.
Olvasóim bizonyára elégszer láttak már vézna, csupacsont lovakat, ez az állat azonban még annak sem volt igazán mondható. Itt-ott csontjai hiányoztak, melyeket hihetetlen, hogy nélkülözni tudott. Kicsim, így hívta az ezredes. Magassága egy hüvelykkel sem volt kevesebb, mint 15 marok, hosszát tekintve pedig az észszerűtlenségig aránytalan volt. Hátának homorú alakját tekintve akár géppel is hajlíthatták volna. Farka és sörénye egyaránt hiányzott, és nyaka, mely emberhosszúságú volt, egyenesen meredt a levegőbe, rajta fületlen felnyugodott. Szemeiben valódi őrültség villámlott. Pofájának izmait vissza-vissza térő görcs kínoszta, mely szájának szögleteit hátrahúzta, és felső ajkára ráncokat rótt. Ez 2-3 másodpercenként rettentő vigyorba rántotta arcát. Színére nézve fakó volt, jókora fehér foltokkal, mintha kisebb lisztes zsákokkal haigálták volna meg. Lábainak torz görbesége leírhatatlan volt, járását tekintve egy világtalan tevéhez hasonlított, amint ferdén vánszorog át számtalan mély árkon. Mindent összevetve úgy tűnt, mint a természet egyenlősítés terintett kísérletének durva eredménye. Amint a minden lovak förmedvénye felcsomogott a kiinduló pontra, az emberek kiáltozni kezdtek, a tömeg rokon szembe egy szempillantás alatt megváltozott. Mindenki a gebére akart fogadni, és az angol is nehezen állhatta meg, hogy ne úgy tegyen a becsületérzéstől áthatva. Azonban már későre járt, és a bíró ragaszkodott a verseny indításához. Mindketten együtt startoltak, és látván, hogy a kanca túlságosan lassú, az angol csakhamar visszatartotta a lovát, megengedte, hogy a rusnya állat megelőzze, hogy hátul nézetben is gyönyörködhessen benne. Ezzel megpecsételte sorsát. A versenypályát előzőleg 2 mérföld kerületű körben és körülbelül 20 lábnyi szélességben jelölték ki, a széleit kis barázdákkal világosan meghatározták. Mielőtt az állatok fél mérföldet megtettek volna, lovasaik hagyták őket, hogy kényelmes lépésben haladjanak, és ezt a tempót a körpálya 3/4-ig tartsák. És ekkor az angol úgy gondolta, itt az ideje, hogy lovaglóstorával gyorsabb iramot parancsoljon, és könnyű vágtában elérje a célt. Ám ez nem történt meg. Amint a villámló express mellé ért, amely névvel a tömeg ruházta fel a gebét, a teremtmény ferdén hátrafordította a fejét, és egy vigyort eresztett el. Az előre tolakodó ló megtorpant, mintha meglőtték volna. Lovasa szorgasan forgatta az ostort, és újból előre kényszerítette a boszorkányos vén kanca nyomán, de az eredmény ugyanaz volt. Az angol most már ideges volt, derekasan küszködött a gyeplővel, az ostorral és a kiáltásaival, a tömeg óriási hurrázása és véget nem érő hahotázása mellett, hogy lovát egyszer ezen, másszor azon az oldalon előzni kényszerítse, de mint hiába. A hihetetlen négylábú, a homorú hátán ülő szörnyeteg által űzve, jobbra-balra szórta vigyorgó grimaszait, oly kitűnő pontossággal, hogy versenytársa újra meg újra összeroskadt, pontosan akkor, amikor már úgy tűnt, hogy sikert arat. Végül pedig, amikor lovasa hatalmas hajrával túl kívánta hajtani versenytársán, kevesebb, mint fél tucat hoznyi távolságra a céloszloptól, a megtestesült lidérc szembefordult vele, és vészjóslóan szegezte rá szemeit. Ugyanakkor oly elképesztően ijesztő grimaszt vágott, hogy szegény telivér ilyettében csak nem emberi ajszót hallatva hirtelen megfordult, és szélsebesen száguldott visszafelé. Így könnyűszerrel az ezredes maradt a győztes, 20 perc 10 másodperces idővel. Most iszom egy kötty teját, mert kiszáradtam a verseny izgalmától. A következő novella címe Isteni sugallat. Mr. Algernon Jarvis San Franciscói polgár bosszúsan ébredt. Mr. Jarvis világa egyik napról a másikra összedőlt, mint ahogy az ember világával könnyen megesik, ha hajnalig vigadozik barátaival, hogy átvirrassza az éjszakát, és ráadásul hajlamos a megbánásra is.
Épp ezért alig, hogy fes és divatos öltönyt öltött magára, kiválasztott a sétapálcát és bement a városba, azzal a nagy vonalakban felvázolt elhatározással, hogy neki támad valaminek. Első áldozata természetesen a reggelije volt, ám annyira erőtlenül vetette rá magát, hogy végül ő maradt alul. És ezzel a kiváló rötiszó döbbent sajnálatát váltotta ki, aki eleddig hatalmas étvágyú vendég első vereségét volt kénytelen regisztrálni. E reggelen csupán 3-4 csésze Café Noir esett Mr. Jervis kulináris attakjának áldozatául. Rágyújtott egy méretes szivarra, aztán rossz kedvűen végigballagott az utcán, és annyira lekötötték figyelmét az általános válaszcsapás lehetséges módozatai, hogy azt sem tudta, merre viszi a lába. Minek következtében a láb tulajdonosa nem sokára az Occidental Hotel biliárdtermében találta magát. Senki nem tartózkodott a helyiségben, ám Mr. Jervis kivételezett személynek számított. Így odament a marker asztalához, és kivett belőle egy kis doboz elefántcsont golyót. Hanyag mozdulattal szétterítette azokat a biliárdasztalon, majd egykedvűen nekik támadt egy hosszú dákóval. Egészen véletlenül mindjárt egy remekbe szabott lökéssel kezdett. Megvárta, hogy az elképett golyók megnyugodjanak, aztán egybegyűjtötte, és korábbi pozíciójukba helyezte vissza őket. Újra megpróbálkozott a lökéssel, de persze immár sikertelenül. Ismét visszarakta a golyókat, és ismét jócskán mellét rafált. Most már idegesen és megszégyenülve igazította a helyükre az engedetlen gömböket, a billiárdasztal fölé hajolt, és éppen lökni készült, amikor mögötte megszólalt egy mélyen zengő hang. Fogadjunk 25 centbe, hogy nem fog sikerülni. Mr. Jervis felegyenesedett. Megfordult, hogy szemügyre vegye a betolakodót, akivel még sohasem találkozott, és akinek láttán a legtöbben azt kívánták volna, hogy soha ne is találkozzanak vele. Mr. Jervis nem felelt. Elsősorban azért, mert arisztokratikus ízlésű férfi lévén közönségesnek találta a 25 centes fogadást. Másodszorban pedig azért, mert a fogadást ajánló férfi nyilvánvalóan nem rendelkezett a fent nevezett összeggel. Viszont mégiscsak bosszantó, hogy alacsonyabb társadalmi helyzetű egyén megkérdőjelezi az ember képességeit. Különösen, ha az maga is két helyekkel küszködik, és egyébként is rossz kedélyű. Így tehát Mr. Jervis neki támasztotta dákóját a billiárdasztalnak, levette divatos zsakettjét, ismét kezébe vette a dákót, és hátát a mennyezet felé fordítva célzott. E ponton Mr. Jervis kilép a történetből, és soha többé nem találkozunk vele. A hozzá hasonló illusztris úriemberek osztályába tartozó személyeket nem illetheti a humorista tolla. Nevetségesek, ám csöppet sem szórakoztatóak. Így tehát elbocsátjuk ezt az érdektelen ifjú arisztokratát, és csupán külső vázát, a zsakettet tartjuk meg, melyet Mr. Stanner, a fogadást ajánló úr, csendben a karjára dobott, és saját előnyére fordítandó magával vitt. Egy órával később Mr. Stanner North Beach-i szerény hajlékában üldögélt, térdén az elemelt ruhadarabbal. Már fel is becsültette értékét egy jeles zálog kölcsönzővel, és csupán a zsebek átkutatása maradt hátra. Mr. Stanner tájékozottsága az úriemberek kabátját illetően közel sem volt kellően méreható. Tudása nagyjából abban merült ki, hogy a fent említett ruhadarabok számos titkos zsebben rendelkeznek, melyeket aranypénzérmék közé kevert bankokkal szokás kibélelni. Épp ezért csalódottan nyugtázta, hogy a tüzetes kutatás során mindössze egy finom parfümmel átitatott zsebkendőre lett, merre legfeljebb 10 cent kölcsönt remélhetett. Ezen kívül talált még egy pár kesztyűt, mely túl kicsinek bizonyult a kezére, és egy papírcedlit, amelyről hamar kiderült, hogy nem egy csekkfüzetből származik. Újfent megvizsgálva azonban mégis reményt keltett Mr. Stannerben, nagyjából akkora volt, mint egy lepényhal, széles vonalak csíkozták, és feltűnő betűkkel az állt rajta: Western Union Távíró Társaság. Közvetlene furcsa felirat alatt további terjengős szöveg volt olvasható,
melynek lényege abban állt, hogy a társaság semmiféle felelősséget nem vállal az alábbi üzenet tartalmi helyességéért, és sem jogilag, sem erkölcsileg nem kötelezhető annak továbbítására vagy kézbesítésére. Röviden arra, hogy a feladó által befizetett összeg ellenére bármiféle szolgáltatást végezzen. Mivel Mr. Stenner semmit nem konyított a távirászathoz, természetszerűen arra a következtetésre jutott, hogy egy ilyen kemény feltételek mellett elküldött üzenet nem csupán nagy hord erejű, hanem a mögötte meghúzódó tisztességes szándék is kétségbe vonható. Így tehát elhatározta, hogy ott helyben kibetűzi. Egy napi kemény munkával ez sikerült is neki. A dátumtól, valamint a személyek és helységek neveitől eltekintve, melyek természetesen olvashatatlanok voltak, így szólt az üzenet: Védj Sally Meekert! Ha a fenti sürgető tanács hatalmas hordereje azonnal tudatosodik Mr. Stannerben, akár el is ragadhatta volna a hév, ami nem is jött volna olyan rosszul San Franciscónak. Ám mivel az üzenet értelmének előbb a tudatlanság sűrű homályán kellett átszivárognia, az adott pillanatban mindössze az alábbi felkiáltást eredményezte. Dögöljek meg, ha értem! Bizonyos személyek esetében egy efféle kijelentés igencsak komoly jelentőséggel bír. Mr. Stenner ajkán e szavak csupán gazdája teljes és kilátástalan zavarodottságára utaltak. Be kell vallani, hogy legalábbis egy adott egészen szűk és szennyes körön kívül az üzenet semmit nem mondott és semmire nem utalt. E tömör és száraz megfogalmazás emberkereskedelmet sugallt, melynek a rabszolgaság és a fajtiszta szarvasmarhák importjának eltörlése óta nincs piaca a Kaliforniában. Ha biztosították volna a nőknek a szavazójogot, minden érthető lenne. Mr. Stenner azonnyomban megértette volna, miféle tanácsot adtak, hiszen politikai tranzakciók során maga is sokszor gazdát cserélt. Ám így teljesen tanácstalan maradt, és miután eldöntötte, hogy végképp kiveri fejéből a problémát, lefekvéskor minden gondolata e körül forgott. Zaklatott képzelete bálaszán vásárolta fel, és adta tovább hatalmas haszonnal a kisé megviselt szelimmény köröket. Másnap villámcsapásként hasított elméjébe a felismerés. Sally Meeker egy versenyló neve. Mikor rájött a teljesen magától értetődő megoldásra, Mr. Stenner majd hanyatt esett saját elméjének élességétől. Lerohant az utcára, és megvette, na nem Sally Meekert, hanem az aznapi sportlapot. És abban megtalálta a tudósítást egy következő heti versenyről, melyben tényleg az állt, Bud Double indul Clipper ellen, Bob Scotty indul Lightning ellen, Steely Topper indul Undust ellen, Sim Sepler indul Sally Meeker ellen. Most már egyértelművé vált az ügy. Az üzenet küldője bennfentes volt. Sally Meeker biztos nyerőnek számított, tulajdonosa viszont, aki nem is sejtette ezt, megvételre kínálta fel a lovat. Ebben a meghatározó pillanatban Mr. Stenner szívesen felvállalta volna a gazdagság ódiumát. Valójában el is határozta, hogy az lesz. Azonnyomban felkerekedett, hogy a Vallejo-ba menjen, ahol régebben lakott, mielőtt néhány befolyásos helyi polgár el nem hívta onnan. Ott rögtön megkereste egyik dolgos barátját, aki szenvedélyesen szeretett pókerezni, és kinek szenvedélyét Mr. Stenner azzal szította még tovább, hogy minden fizetésnapon kihívta őt, és megszabadította kemény munkával megkeresett pénzétől. Ezúttal is hasonlóképpen cselekedett 100 kemény dollár erejéig. Alig, hogy besöpörte az utolsó összvétet, és visszautasította barátja kérését, hogy adjon neki kölcsön néhány centet, amin reggelit vásárolhatna magának, Mr. Stenner pénzutalványt váltotta a kaliforniai banknál, és mindjárt el is küldte egyetlen San Franciscói pap ismerősének egy levél kíséretében, melyen mindössze annyi állt: Vedd meg Sally Meekert! Mr. Stenner úgy okoskodott, hogy a szigorú pontosságot és becsületességet megkívánó üzleteket leginkább papokkal érdemes bonyolítatni. Máskülönben mi haszna lenne a vallásnak? Remélem,
Nem sértem meg a reverendát azzal, hogy ilyen kendőzetlen formában tálalom Mr. Stenner nézeteit, amennyiben jó magam, nem osztozom bennük. Miután így nyílbe ütötte az üzletet, Mr. Stenner egy hétig tartó mulatozásban oldódott fel, melynek végén elutazott San Franciscóba, hogy besöpörje a versenyereményt, és birtokába vegye utolérhetetlen kancáját. Megjegyzendő, hogy a versenyekről meglehetősen zavaros elképzelésekkel rendelkezett. Eleddig kizárólag olyasmivel foglalkozott e téren, ami szakmai tudás helyett mindössze kézügyességet igényelt. Röviden a nézők zsebét forgatta ki. Mikor San Franciscóba ért, egyből egyházi ügynökéhez sietett, de mikor útközben találkozott az egyik ismerősével, diadalittasan azt kérdezte tőle, Sally Meeker, hogy futott? Sally Meeker? Sally Meeker? Volt a válasz. Ja, arra a lóra gondolsz. Az már fűbe harapott. Az első körbe kitörte a nyakát. De az öreg Sim Sempernek nincs miért aggódnia miatta. Minden fillérgyét befektette a bányába, amiről enevezték. A részvény ára meg egyik napról másikra egyszer csak feszökött az égbe. Egy méretes póznával se lehetne leliancigálni onnan azt a részvényt. Ez azonban villámcsapásként érte Mr. Stennert. Rájött, miben hibázott. A kabát zsebből kicsent üzenet a bányára vonatkozott. És nyilvánvalóan egy alkusznak küldték, és a Sally Meeker nevű bánya részvényeire vonatkozott. Stenner pedig egyszerűen tönkrement. Mr. Stenner száját hirtelen egy égtelen és szégyentelen káromkodás hagyta el, mely úgy dörgött, mint az egyenetlen talajon végig gördülő ágyúgolyó. És mi van akkor, ha Mr. Boatwright tisztelendő is félreértette az üzenetet, és nem a kancát, hanem a részvényeket vásárolta meg? A lehetőség teljesen felvillanyozta Mr. Stennert, futásnak eredt és rohant, mint a szélvész. Nem törődött a falakkal és a kisebb épületekkel, hanem egyszerűen átgázolt rajtuk, vagy felettük. 5 perccel később ott állt a jólelkű pap előtt, és egy percre rá rekettesen megkérdezte tőle, vett-e Sally Meekert? Kedves barátom, hangzott a nyájas válasz, drága útitársam az Isten ítélőszéke felé vezető úton, jobban tennéd, ha afelől érdeklődnél, hogy mit tehetsz az üdvözülésed érdekében. Ám mivel rákérdeztél, be kell vallanom, hogy megkaptam az üzeneted, amelyre kénytelen vagyok isteni sugallatként tekinteni, és amit világi kötelességtudatból sem hagyhattam figyelmen kívül, némi haszon reményében jelentősebb mennyiséget vásároltam az általad említett részvényből. Kénytelen vagyok közölni veled, hogy az ügylet nem bizonyult teljesen hiába valónak. Hiába valónak. A jó ember pontosan 25 ezer dollár haszonra tett szert a tranzakcióval. Egy szóval, nem úszott el a pénz. Ambrose barátunk jó kedvében is tudott írni, és remélem, hogy a ti lelketekbe is csempésztem ebből egy kicsit. Nekem azért is nagyon kedves ez a két novella, és az egyikre emlékeztem is még nagyon régről, mert nem tudom, hogy tudjátok-e, vagy bizonyára sokan hallottatok róla, hogy én nagyon régóta versenyzem az ügetőn, és nagyon szeretem annak a pályának a hangulatát, illetve hát a verseny hangulatot. Persze én ezt a pálya felől élem át, és nem a nézőtéről, ami ott ugyancsak fergeteges szokott lenni, és hát nagyon izgalmas az egész. Na de most pihennek a lovak, illetve hát most már nyűgösek, amint egy idomár ismerősöm ezt fel is tette a Facebookra. Én felajánlottam a segítségemet, hogy kimegyek lehajtani őket, mert most már nagyon zabosak, meg nagyon unatkoznak szegények, de oda se nagyon lehet most idegeneknek bemenni. Csak a hivatalos gondozóknak és idomároknak. Hát azt mondják, hogy aki lovakkal álmodik, az boldog ember lesz, úgyhogy ezt kívánom mindnyájatoknak. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Jó éjszakát, holnap este 11-kor találkozunk. Gondolom akkor majd egy komolyabb témával.